Ulyás Gergely, az Emberjogi Bizottság alelnök a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Kérdezőtesen Nagy József az FM.hu-tól, jó reggelt, és Bándi Péter a Demokratától, jó reggelt kívánok! Tegnap itt volt a szemközben Lendvai Ildikó, de egyébként már korábban is nyilatkozott, és azt mondta, hogy ami a bizottságban zajlott, annak a bizonyos jelentésnek az elfogadás az olyan, mintha a Fidesz és a Jobbik násztáncot járna. Táncolnak együtt? Nem emlékszem arra, hogy ilyen tánc lett volna. Férfi. Lehet, sokot kapott tőle is azért. Férfi tagjai vannak a bizottságnak, Jobbik részéről is, és mi részünkről mondjuk Wittner Mária az, aki hölgyként vesz részt, de nem akarom megkerülni a kérdést. Ugye a bizottságban mi azt nagyon sajnáltuk, de az MSZP nem vett részt. Ezt Mesterházi Attila is később a Népszavában hibának minősítette. Tehát úgy gondoljuk, hogy nehéz lehet kívülről megítélni részvétel nélkül, hogy bármilyen násztánc volt-e. Ami a jelentést illeti, itt pedig csak és kizárólag ezt a részjelentést, ami most nem a 2006 őszi eseményekkel, hanem a 2002 és 2010 között történtekkel foglalkozik, kizárólag olyan eseményeket nevesít ez a jelentés, amit vagy a bíróság állapított meg, tehát mint jogsértést, vagy pedig az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, vagy a Független Rendészeti Panasztestület. Tehát ahol objektív, külső mérce szerint történt jogsértés, kizárólag olyan esetek szerepel. Mikor lenne elégedett, hogyha tehát milyen végeredményt várna mondjuk a bizottság munkájától? Én a magam részéről elégedett vagyok azzal, hogy széles egyetértéssel, gyakorlatilag az MSZP-n kívüli egyetértéssel mind a 2006 őszi eseményekről el tudtunk fogadni egy jelentést, ott a Jobbik tartózkodott, mind pedig a 2002 és 2010 közötti eseményekről. Ezen kívül, ami büntetőeljárásokat, számonkérést illeti, ez már a mi kompetenciánkon kívül esik. Egy feljelentést tettünk. Ön azt nyilatkozta, hogy akkor lenne igazából elégedett, hogyha Gyurcsány Ferenc... Nem, a figyelőnek nem ezt mondtam, a figyelőnek arra a kérdésére, hogy... Figyelőnek arra a kérdésére, hogy pontosan mi lehet a vége, vagy az elmúlt 8 évnek kell-e, hogy legyen büntetőjogi következménye. Mondtam én általánosságban azt, hogy ha és amennyiben ezt büntetlenül, ami az elmúlt 8 évben általánosságban Magyarországon történt, meg lehet tenni, akkor a BTK-t nyugodtan, a büntetőtörvénykönyvet nyugodtan a szemében okhatjuk. Bocsánat? A kérdésben egészen biztos, hogy benne volt Gyurcsány. De most nincs. Nyilván én azt nem vitatom, hogy emblematikus figurája volt miniszterelnök ennek az ügynek. Általánosságban szabad csak egy parlamenti képviselőnek fogalmazni szerintem ilyen ügyekben, éppen azért, mert az ügyészség az már egy tőlünk elkülönült államhatalmi ágnak, az igazságszolgáltatásnak a része. De egyébként az kínos lenne a Fidesz részére, hogyha pont ez az emblematikus figura az önök szóhasználatával élve megúszná a felelősségre vonást? Éppen az említett okokból szerintem nem lenne kínos, de az biztos, hogy abban az esetben szükséges a büntetőjogi felelősségre vonás, ha valaki bűncselekményt követett el. Én azt tartanám kínosnak, nem a Fideszre, hanem az országra nézve, hogyha valaki vagy valakik úgy követnek, vagy követhettek volna bűncselekményeket, hogy az büntetés nélkül. A Fideszben többször elhangzott az, hogy köztörvényes bűnöző Gyurcsány Ferenc. Orbán Viktor a parlamentben shit szóval jelezte, hogy mi vár Gyurcsány Ferenc. Ez is egy sajátos interpretáció, és az Gyurcsány Ferenc szóba sem került ebben a miniszterelnöki megszólásban. Én nem tudok olyan idézetet, ahol valaki a Fideszből köztörvényes bűncselekmény elkövetésével vádolta volna közvetlenül Gyurcsány Ferencet, illetve a Sukorói ügyben merül fel az ő büntetőjogi felelőssége. Nem megkerülni akarom a kérdést, mert ha a személyes véleményemet kérdezik, amit nem tudok, hogy elmondhatok-e, akkor vélhetően abban az 5 évben, amíg a volt miniszterelnök hát a kormány első embereként állt az ország élén, olyan súlyos bűncselekmények történtek, hogy jókkal feltételezhetjük, hogy kellett tudnia egyről másról. De ez az, ami már nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Ha már bűn és büntetlenség, akkor ugye egy nagyobb, hosszabb időszakról van szó, de azért mindenki a 2006 őszi eseményekre kíváncsi, és hát ha már a figyelőnek adott interjú szóba került, akkor a Demokratának adott interjúját is hadd hozzam szóba. Itt ugye arról volt szó, hogy bizonyos rendőri vezetők felelősségre vonása azért válik nehézzé, mert hogy rájuk ugye olyan jogszabályok vonatkoznak, ugye katonai jogszabályok, hogy ezek már lényegében elévültek végül is. Várható-e, hogy valakivel kapcsolatban ennek kapcsán nyomozás indul? Nyomozás indult az általam tett feljelentés folytán. Ez most a debreceni katonai ügyészsége van folyamatban, mert a legfőbb ügyész a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező budapesti katonai ügyészséghez tette az ügyet, ők pedig áttették a gyors lefolytás érdekében Debrecenben. Ez a TV-székházzal összefüggő rendőrségi fellépés folytán,
az azonosító számok hiányával kapcsolatos jogsértések miatt, illetve az URFK-n a felelősségre vonások, tehát a belső felelősségre vonások elmaradása miatt van folyamatban az eljárás. Ez is már ügyészségi hatáskörben van. Én úgy gondolom, hogy legalább két esetben akár a gyanúsításhoz is elegendő bizonyíték áll az ügyészség rendelkezésére, de ezt nekik kell megítélni, debreceni katonai ügyészségen folyik most az eljárás. Felelősségre vonás elmaradása kapcsán Benne László is érintett lehet, mert itt ugye felmerült, hogy megállapították Gergényi Péternek a felelősségét bizonyos ügyekben, és ugye azzal indokoltott a bizottság előtt, hogy végül is ennek nem lett semmilyen retorziója, hogy Gergényi Péter Gyurcsány Ferenc részéről politikai védelmet élvezett. Tény, hogy készült az Ignác jelentés, tehát a TV Ostrom eseményeit összefoglaló rendőrségi belső jelentésről egy fegyelmi szempontból egy minősítés az ORFK fegyelmi osztályán, ami több esetben bűncselekmény alapos gyanúját, illetve szabálysértések alapos gyanúját tárta föl. Ezt követően pedig nem történt semmi. Most innentől kezdve az, hogy az országos rendőrfőkapitány, tehát Benne László akkori országos rendőrfőkapitány kezébe került-e vagy sem, nagyon furcsa lenne, ha nem került volna. Ezeket a nyomozásnak kell feltárnia. Az tény, hogy a fegyelmi osztály készített egy olyan összesítést, amiben több esetben bűncselekmény alapos gyanúját állapítja meg, és az is tény, hogy ezt követően nem történt semmi, és az is tény, hogy Benne László az albizottság előtti meghallgatása során azt mondta, hogy erre azért nem került sor, mert miután Gyurcsány az ő, illetve a miniszter megkerülésével magához hívatta Gergényt, és meggyőzte arról, hogy a nyugdíjazási kérelme ellenére is folytassa a munkáját, ezt követően ő úgy gondolta, hogy politikai védettséget élvez a budapesti rendőrfőkapitány, ami politikai értelemben lehet, hogy igaz is, jogilag azonban ez semmiképpen nem állja meg a helyét. Visszatérve a 2002-2010 közötti jelentésre, bocsánat, Jendő Ildikó ugye azt mondta, és itt nálunk is, hogy példátlan cinizmusra val, hogy ennek a jelentésnek van egy olyan mondata, hogy 2002 és 2008 között megsértették a törvények uralmának jogállami alapelvét, mert hogy azt mondja, hogy Jobbik mellett ez a kormánytöbbség minősíti így az elmúlt 8 évet, amelyik éppen most frontális támadást intézett a jogállam ellen, alkotmánybíróság, magánnyugdíj, pénztárak, és folytathatnám a sort. Itt jogszabálysértésekről van szó, az említett esetekben pedig jogszabálysértés fel sem merül. Ennyi? Nem, hát hosszabban is beszélhetünk ezekről a magánnyugdíjpénztárnál, én semmilyen alkotmányos aggályt sem látok, még tulajdonjogi sérelmet sem. Úgy gondolom, hogy azok után, hogy az elmúlt 8 év kormányzása az 4 magánnyugdíjpénztári vagyonnal, 4-szeres magánnyugdíjpénztári vagyonnal növelte az államadósságot, eléggé cinikus az MSZP részéről erre hivatkozni. Az alkotmánybíróság jogköreinek a korlátozása az nem tartozott azok közé, a javaslatok közé, amit a legnagyobb örömmel szavaztam meg. Annak ellenére sem, hogy az elmúlt 15 évben számtalan szakmai vita volt arról, hogy gazdasági kérdésekben az általános felülvizsgálat az indokolt vagy nem indokolt, és ebben a vitában a felülvizsgálat indokolatlansága mellett azok vettek részt, akik ma erre a jogkör szűkítésre hivatkozással a jogállamot féltik. De ezt egyébként nem tette volna meg, hogy nem szavaz, mert azt mondja, hogy nem a legnagyobb örömmel szavazta meg. Elfogadtam azokat az érveket, amik a jogkör szűkítés mellett voltak, és megtehette ezért volna az, hogy nem fogadja el? Persze, természetesen. Nem lett volna semmi retorzió. Van egy frakció szabályzat, nem volt kötelező döntés ebben az ügyben elrendelve, ilyenkor jelezni kell a frakcióvezetőnek előzetesen, erre nem került sor, tehát nem tudok arra válaszolni, hogy mi lett volna, ha, de általában megszokták adni a felmentést. Tagja az Országgyűlés Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottságának, sőt még az elnöke is. Ugye az Alkotmány Előkészítő Bizottság az Alkotmánybíróságról is állásfoglal a december 15-én majd megjelenő jelentésében. Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem, hogy meddig terjed majd önök szerint, mit szeretnének, meddig terjedjen majd az új Alkotmánybíróság jogköre, addig, ameddig az előző kormány idején, tehát egy viszonylag erős hatáskörrel, addig, mint az önök által, vagy az ön által nem túl nagy jókedvel megszavazott változtatás után, vagy pedig még ennél is szűkebb jogköri alkotmánybírósággal számolnak? Nincs kőbevésve ez az alkotmánymódosítás, ezt Lázár frakcióvezető úr is egyértelműen tisztázta. Nem tudok teljesen konkrét választ adni, mert többféle koncepció van. Ami a lényeg, hogy teljes körű jogvédelem biztosított kell, hogy legyen. Ennek számtalan európai modellje van. Pont Sólyom elnök úr mondta, hogy Magyarországon működik talán a legerősebb hatáskörű alkotmánybíróság, az biztos, hogy működött.
csak a némettel van versenyben, ez szerintem a mai napig is igaz, hiszen végül is erre a hatáskörkorlátozásra úgy került sor, hogy az alapvető jogok tekintetében szinte korlátlan felülvizsgálati lehetőség biztosított az Alkotmánybíróságnak, hiszen az élethez és emberi méltósághoz való jogból gyakorlatilag bármely alapjog levezethető. Tehát, a tulajdonjoghoz való viszony is levezethető ebből ön szerint? Szerintem igen. Tehát az önrendelkezés joga és a magánautonómia joga jogán keresztül szerintem a tulajdonhoz való jog is levezethető. De úgy gondolom, hogy mások ugye ezzel vitatkoznak. Bocsánat? Tehát utóbbi megállapításával mások vitatkoznak. Éppen a magányi viták érdemes lefolytatni őket. Nyilvánvaló, hogyha a tulajdonjog közvetlenül meg lenne említve, az egy erősebb jogosítvány lenne a hatáskörök tekintetében. Én azért nem hiszem, hogy a jelenlegi szabályozás az az alkotmányban meg fog maradni, de nem biztos, hogy az eredeti állapot fog helyreállni. Vagyis? Tehát ugye több lehetőség van, az biztos, hogy az Alkotmánybíróság maga is hatáskörmódosításokat indítványozott. Ilyen például az önkormányzati rendeletek alkotmányellenességének a felülvizsgálata, ha az önálló közigazgatási bíróság létrejön, amiben egyetértettünk még az ellenzékkel is, hogy szükséges, ők ezt a hatáskört biztos meg fogják kapni. UVB határozatok felülvizsgálatának joga szintén ebben a van egyébként bármiféle gyakorlati jelentőség annak, hogy az alkotmányban milyen hatáskörrel bíró alkotmánybíróság lesz bent, hiszen az ember akár azt is mondhatja, némiképpen cinikusan, hogy a legutóbbi pofon után az Alkotmánybíróság ötször is meggondolja azt, hogy bármiben szembe menjen a kormány Orbán Viktor akaratával. Ennek épp úgy mondhatja valaki az ellenkezőjét, hogy a törvénymódosítást követően bennünket esetleg nem kedvelnek annyira az alkotmánybírák, és azért hoznának döntéseket. Az Alkotmánybíróság, ahol most azért nem értek egyet a kérdésben megfogalmazott állásponttal, mert az alkotmánybírákat minősíteni, én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy az ő véleményük mi erről a módosításról, ettől el tudnak vonatkoztatni, és kizárólag szakmai alapon és az alkotmány alapján végzik a tevékenységüket, nem pedig politikai szimpátiák alapján. Ha már alkotmányos jogok szóba kerültek, akkor még egy kicsit a 2002 és 2010 közötti jogsértésekre. Többek között azt állapították meg, hogy... 2008 volt a vége. 2008 közötti jogsértésekre. Ugye ezt is megállapították, hogy a gyülekezési jogot több esetben korlátozták az elmúlt két ciklusban. Milyen konkrét esetek voltak? A 2006 őszi eseményektől függetlenül 16 konkrét esetet soroltunk föl. Ebből talán a legismertebb az a bukta, az úgynevezett bukta ügy, amikor a 2002. december 1-i Kempinski román nemzeti ünnepen a magyar miniszterelnök és a román miniszterelnök között a Kempinskien történt koccintás hírére sereg lettek összetüntetők, és ezt a tüntetést a rendőrség nem engedélyezhette, hiszen nem volt megfelelő idő az engedélyezésre, ugyanakkor viszont szétverte ezt a tüntetést, ezt az Európai Emberi Jogi Bíróság állapította végül meg, hogy a spontán tüntetéseknek az ilyenfajta betiltása jogsértő. Mi azt láttuk, hogy az összes többi esetben is ilyenek merültek föl, hogy az állam azért sem tartózkodott a jogsértéstől, és Lendvai Ildikónak egyébként ezért nincs igaza ebben a kérdésben, mert a gyülekezési jognál az, hogy később egy bíróság megállapítja a jogsértés tényét, az már a jogsérelmet nem orvosolja, hiszen a tüntetés nem lehet megtartani. Tehát azért mondjuk, hogy sajnos alkotmányos alapjog sérült folyamatosan, annak ellenére, hogy később a bíróságok az esetek többségében megállapították azt, hogy a rendőrségi gyakorlat jogsértő volt. Köszönjük, hogy mindezt elmondta, következik a híradó. Köszönöm szépen.